Díszegység! Jössz! Fogadás jobbról! Tiszte! Meg! Miniszterelnök úr, Erdős Őrnagy jelentem, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Karának díszegysége és a Nemzeti Lovas Díszegység ünnepélyes eskütételre és az önfogadására felsorakozott. Hölgyeim és uraim, jó reggelt kívánok! Erőt! Egészséget! Díszegység! Lap! Hasz! Díszegység! Fogadás balról! A Szent Koronának és a történelmi zászlóknak! Tiszte! Történelmi zászlóvivők! Történelmi zászlót! Eveder! Be! Történelmi zászlóvivők! Irány utánam! Lassú díszlépés! Lépés! Indulj!
zászlóvivők, állj! Történelmi zászlóvivők, történelmi zászlót! Eveder! Bő! Iga! Zogy! Zászlóvivők, vigyázz! Tiszte! Leg! Tisztesség! Lap! Hozz! Tisztesség! Pihenj! Magyarország belügyminiszterének határozata. Yes! Köszöntöm a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kar nappali tagozatának végzős hallgatóit, tanulmányaik befejezése és eskütételük alkalmából. A karon elsajátított ismeretek jó alapot biztosítanak a tiszti feladatok magas színvonalú, eredményes végrehajtásához. Az esküdtevők közül szorgalmas és kitartó munkával elért kiváló eredményükért dicséretben részesítem és példaképül állítom a kar hallgatói állománya elé. Cselenyák Judit, pénzügyőr főhadnagyot. 7. Nikoletta, rendőrhadnagyot. Kasi Vanessa Mária, tűzoltó hadnagyot. Mauk Edina, büntetés végrehajtási főhadnagyot. Elvárom, hogy a rendészettudományi kar tanárai és oktatói a jövőben is teljesítsék oktatási, nevelési kötelezettségeiket, feleljenek meg az egyre magasabb követelményeknek. Hazánk belső rendje és közbiztonsága érdekében kifejtett munkájukhoz sok sikert kívánok. A határozatot aláírta dr. Pintér Sándor belügyminiszter. Tisztesség! Pihenj! Hölgyeim és uraim, eskütétel következik.
Díszettség! Yes! Fogadás középről! Tisztelt! Leg! Esküdtevő! Eskü! Hasz! Én, Tóth Gábor, rendőr hadnagy! Becsületemre és lelkiismeretemre fogadom, hogy Magyarországhoz és annak alaptörvényéhez hű leszek, jogszabályait megtartom és másokkal is megtartatom, szolgálati kötelezettségemet, ha kell, életem kockáztatásával is teljesítem. Előjáróim parancsainak engedelmeskedem. Alárendeltjeimről legjobb tudásom szerint gondoskodom. Hivatásomat a magyar nemzet javára gyakorolom. Tiszt hölgyek, tiszt ura! Eskü! Töl! Díszettség! Leb! Hasz! Díszettség! Pihenj! Kérek engedélyt a tisztársaim által aláírt eskü átadására. Miniszterelnök úr, kérek engedélyt a halakat a belépőt. Hölgyeim és uraim, Magyarország miniszterelnöke Orbán Viktor úr ünnepi beszéde következik. Felkérem miniszterelnök urat beszédének megtartására. Tisztelettel köszöntöm a Nemzeti Közszolgálati Egyetem rendészettudományi karának végzett hallgatóit és tanárait. Rendvédelmi pályára senki sem kerül véletlenül. Az alapvető értékeket és indítatásokat, amelyek egy fiatalt arra ösztökélnek, hogy a haza szolgálatába lépjen, elsőként otthon, szüleitől és nagyszüleitől kapja meg. Amíg lesznek magyar családok, amelyek a haza szolgálatára nevelik gyermekeiket, addig lesz Magyarország is. Ezért külön is köszöntöm az eskütevő fiatalok szüleit és nagyszüleit. Köszönjük, hogy ilyen elkötelezett, bátor nőket és férfiakat neveltek Magyarországnak. Tisztelt fiatalok! Önök ma a haza szolgálatába lépnek. Nehéz feladat ez. Testben, lélekben is egész embert kíván. Fél szívvel, fél lélekkel itt semmire sem lehet menni,
ahogy félszívvel nem lehet esküt tenni sem. A haza szolgálatára csak erős és érett emberek vállalkozhatnak, akik tudják, mit jelent, milyen súlyos és értékes a rend, a becsület és a bajtársiasság. Ezért büszkék vagyunk Önökre, akik vállalták, hogy akár az életüket is hajlandóak kockáztatni azért, hogy betartsák és betartassák hazánk törvényeit. Fontos a fizetés, fontos a biztos jövőkép, és fontos, hogy Önök folyamatosan érezzék, a hazájuk megbecsüli a munkájukat. A legfontosabb azonban, amit Önöknek érdemes, sőt kell tudniuk és érezniük is, hogy munkájukkal a saját személyüknél fontosabb, a személyes életük felett álló nagy ügyet szolgálnak. Önök azok soraiba lépnek, akik 1000 éven át fenntartották a mi magyar világunkat. Fenntartották a rendet, a békét, a munkához és alkotáshoz szükséges köznyugalmat, vagy ha éppen úgy hozta az élet, küzdöttek, hogy visszaszerezzék azt a biztonságot, amely hazánk gazdasági fejlődésének és a magyar emberek boldogulásának is alapja. Tisztelt esküvők! Kemény munka vár Önökre. A világ az elmúlt években gyökeresen megváltozott. Az ember néha nem hisz a saját szemének. Vannak országok, ahol semmibe veszik, vagy ellenségként kezelik azokat, akik egyenruhát viselnek, sőt van, ahol a vezetők már nyíltan a rend felforgatóinak pártjára álltak. Bűnözőkből csinálnak példaképet, a rend őreit pedig magukra hagyják, lenézik, sőt megvetik. Magyarország nem ilyen ország, és nem is akar az ilyen országok közé tartozni. A baj azonban már itt van a kertek alatt. Déli határainkat most is migránsok csoportjai ostromolják. A rajtuk élősködő embercsempészek, a közéjük vegyülő terroristák és radikálisok hadával együtt. Egyre másra jönnek a hírek brutális bűncselekményekről, amelyeket olyan emberek követtek el, akik visszaéltek az őket befogadó ország bizalmával. Soha nem gondoltuk volna, hogy lesznek olyan európai nagyvárosok, ahol már nem érzik magukat biztonságban az emberek. A mi városaink és falvaink ehhez képest ma a béke és nyugalom szigetei. Magyarország az egyik legbiztonságosabb ország Európában, ahol nem csak a többség, de minden kisebbség is nyugodtan élhet. A biztonságra is igaz az a régi magyar törvény, hogy csak az a miénk, amit meg tudunk védeni. Ez az Önök feladata, sőt, küldetése. Meg kell védeniük Magyarország, a magyar családok és a magyar emberek biztonságát. Az elmúlt évek bebizonyították, hogy korábban betonszilárdságúnak hitt országok is pillanatok alatt kerülhetnek a káosz szélére. Ezért kérem Önöket, legyenek mindig éberek, erősek és eltökéltek. Jusson eszükbe a magyar történelem leckéje, ha mi a magyar élet őrei elgyengülünk, akkor elveszünk. Ha hallgatunk a vértelen szépelgőkre, elveszünk. Ha hagyjuk, hogy mások mondják meg, hogy kik élhetnek Magyarország területén, hogyan rendezzük be az országunkat, hogyan neveljük a gyerekeinket, ha hagyjuk, hogy mások mondják meg, hogyan éljenek a magyarok, akkor elvesztünk. Ne felejtsék, ezt a biztonságot, nyugalmat a magyar emberek számára Önök, a rend őrei teremtik meg és tartják fenn.
a határozottságukkal, felkészültségükkel, segítőkészségükkel, ha kell, tekintélyt parancsoló jelenlétükkel és fellépésükkel. A magyar rendőrség ilyen példával lépett fel a járvány hullámai alatt is. Határaink őrzésében épp úgy, mint településeink közterületein. Megértéssel, türelemmel, de ha arra volt szükség, akkor kellő, a szabályszegéssel arányos szigorral is. Köszönet érte, köszönet a magyar rendőröknek, köszönet a helytállásért. Tisztelt esküvők! Kívánom önöknek, hogy maradjanak hűségesek esküjükhöz, és fussanak be ragyogó pályát a rendőrség, a pénzügyőrség, a büntetés végrehajtás vagy a katasztrófa védelem kötelékében. A hazájuk önök mögött áll, tisztelettel és megbecsüléssel jutalmazza majd jól végzett szolgálatukat. A Jóisten mindannyiunk fölött, Magyarország mindenek előtt. Szolgálatukhoz erőt, egészséget és sok sikert kívánok! Hölgyeim és uraim, a hallgatói válaszbeszéd következik. Tisztelt miniszterelnök úr, Zente Nikolett rendőr hadnagy, kérek engedélyt tisztársaim nevében szólni. Tisztelt miniszterelnök úr, belügyminiszter úr, előjáróink, tanáraink, tisztársaim, kedves vendégek! Megtiszteltetés számomra, hogy tisztársaim nevében szólhatok önökhöz. 4 évet töltöttünk a Nemzeti Közszolgálati Egyetem falai között. Van mire emlékezni. Elszánt és kitartó felkészülésünknek köszönhetően 2017. augusztusában elkezdhettük azt az utat, melynek kiemelkedő állomásához értünk el most. Az alapfelkészítés különleges feladatokat rótt ránk. Széles körű, szerteágazó tudást kellett elsajátítanunk, melyek alkalmazása mindig nagy felelősséggel és komoly következményekkel jár együtt. Az volt a célunk, hogy a választott szakirány ismereteit elsajátítsuk. Ezúton köszönetet mondunk tanárainknak, parancsnokainknak, hogy tudásukat és tapasztalataikat megosztották velünk. Sok erőt, egészséget és kitartást kívánunk a következő generációk képzéséhez. Köszönjük szüleinknek, hozzátartozóinknak, hogy támogattak és segítettek minket. Kívánjuk hallgatótársainknak, hogy a megszerzett tudás hatalmával küzdjenek céljaik eléréséért, hogy majd az évek múltával ők is itt állhassanak, olyan büszkén, mint mi. Tisztársaim! Komoly mérföldkő az életünkben a mai nap. Kívánom, hogy megtaláljátok utatokat és örömeteket a hivatásban. Munkátokat mindig becsülettel és tisztességgel végezzétek. Az előttetek álló kihívásokat fogadjátok kellő alázattal, és vezéreljen benneteket a céltudatosság és az akarat ezen az úton. Kívánom, hogy mindig legyetek büszkék a választott hivatásotokra. Köszönöm megtisztelő figyelmüket! Miniszterelnök úr, kérek engedélyt az alakzatba belépni. Tisztettség! Jössz! Fogadás középről! Tiszte! Leg! Thank you.
tisztettség, fogadás középről, a Szent Koronának és a történelmi zászlóknak. Tisztelt! Nem! Történelmi zászlóvivők, történelmi zászlót, Eveder! Be! Történelmi zászlóvivők, irány utánam, lassú díszlépés, lépés, indulj! Díszettség! Díszmenet! Díszettség! Vál! Ra! Oszlop az első századra! Zászló! Irány utánam! Lépés! Indulj! Thank you.
Szeliti rendőrség zenekarának térzenéjét. Thank you.
Rendészettudományi Karának 2021. évi esküvétételi ünnepsége befejeződött. Az egyetem rektora és valamennyi oktatója, munkatársa, hallgatója nevében köszönöm, hogy elfogadták meghívásunkat. Az ifjú tiszteknek megérdemelt szabadságuk idejére jó pihenést, beosztási helyükön jó munkát, kitartást, erőt, egészséget kívánok!